Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. A múltkor nagyon szerettétek azt a videót, ahol a Zambelli Ákos által szervezett SSGT-n vettünk részt, és megmutattuk azt, hogy mi kell ahhoz, hogy részt vegyél egy amatőr pályanapon, úgyhogy most arra gondoltam, hogy elkezdem feltérképezni a hazai rendezvényeket. Ez itt most egy Yorpe Track Day. Bár erősen felülreprezentáltak a Mazdák, lehet ide jönni bármivel. Itt van például egy 1.4-es Civic lemez felnire szerelve, 4 darab szliggumi, és lehet vele autózni. Viszont a Yorpet az ugye onnan van, hogy Jordan Peti, ő a hazai MX5-ös klub életnek egy ilyen meghatározó alakja, szerel, versenyzik minden egyéb, éppen parkol le azzal a turbós rettenettel a trailerről, és ő szervezi ezt a kis rendezvényt a családjával. Szeretnék mutatni valamit az okos autódizájnról, ugye törvényelőírás, ennek az MX-5-nek is van pentszámtábla világítása, mint minden egyes autónak. Viszont, ugye nincs csomagtérvilágítás, mert hogy megspóroltak. Figyelj, kinyitod a csomagtartót, automatikusan felkapcsol, és a rendszámtábla világítás ilyenkor bevilágítja a csomagtartót. Ami tök jó, hiszen megspóroltak néhány méter vezetéket, egy foncsort, egy izzót, egy búrát, és tök rossz, mert hogyha nyitva hagyod az autót csomagtartóját, akkor előbb-utóbb bizony leszívja az akkumulátort. Na de, amiért idejöttem a csomagtartóhoz? Hoztam magammal ponyvát, meg zsákot a ponyvának, az nagyon fontos, mert hogyha most fűre kéne parkolnunk, ami ma nem lesz szerencsére, csak hogyha nagy lesz a létszám, szóval hogyha fűre kéne parkolnunk, akkor azt ezen az ilyen jellegű versenypályákon kizárólag ponyván szabad megtenni. Hogyha az autóból csöpög valami, akkor az ne tegye tönkre a pázsitot. De szerencsére ez ma nem kell. Nálam az autó csomagtartója az olyan, mint a kanapé alja. Ott így gyűlnek a dolgok. És azért is jó ilyenkor kipakolni, mert kiderül, hogy mi hullott be az autóba. Egy USB kábel, egy Audi pendrive, egy fényképezőgép talp lefogató csavar. Ez az egyik baknak a stiftje. És 10 forint. Bár szerintem a behullása óta ez már csak 8-at ér. És ez, ez egy bicikli pedál alátét. Hurrá! Ezek jó, hogy megvannak. Természetesen itt is, mint minden pályanapon, muszáj hozni egy bukósisakot, bármilyen utcai specifikáció motorkerékpár bukó megfeleli, de van, aki vásárol nyitott autósat, azt kell megnézni, hogy bizonyos versenyeken és bizonyos szakágakon, szlalomban, nyitott tetejű autóval, nyitott arcos bukósisakkal már nem mehetsz. Tehát, hogyha elmész egy ilyen pályanapra, akkor mindenképp nézz utána annak, hogy milyen bukósisakba szabad oda menni. De mondom, az esetek 99%-ában az E-jeles utcai bukó, az meg kell, hogy feleljen. Ezen kívül kaptunk transpondert a délután miatt, mert hogy időmérés is lesz. Ennek mindig figyeljetek oda a rögzítésére, mert hogyha rossz helyre teszed, akkor nem fog időt mérni, és nagyon rossz úgy végigautózni egy napot, hogy odamész utána a géphez, vagy frissíted a telefonod, és nincs időeredmény. Ezen kívül még, hogy jól érezd magad, rajtszám. És ez itt már nem csak úgy néz ki, mint egy versenyautó, ez már egy rendes versenyautó, ez a főszervező Jordan Peti autója. Vannak árulkodó jelek, például a Wilwood fék és a hatalmas fokozat kijelző a műszerfalon, ugyanis ez már nem HSM-ájú, hanem egy Drent szekiváltó van benne. Nem kell kuplungolni, nem kell a HSM-án kavirnyászni, csak tolod vagy húzod a kartele és felváltáshoz, ami rengeteget számít. Természetesen turbós, rendesen be van csövezve, és ez az autó azért nyerni is szokott, illetve hát a pilótája révén nyerni is szokott. Hegyi felfutó, slalom, time-etek láttuk már mindenféle szakákban menni. Ez a lényeg, amikor egy picit megúszik az autó, de az ember megtalálja azt a kis finom állapotot, ahol igazából még nem veszít időt, de már egy kicsit táncol, tehát megvan az autókontroll, tényleg ez annyit ad. Amúgy ötösével vagyunk fönt, egy ötös csapat, 20 percig megy, és hát nagyjából ide becsullok, és 2 perc múlva már mehetek is újra. Tehát ilyen tekintetben a menés, tehát a befizetett pénzösszeg arányba, már ez a délelőtti program is tök jó, és délután ugye átmegyünk nagy pályára időre autózni. Reméljük nem addigra jön meg az eső, mert meg jó lenne időket menni.
meglehetősen gyorsan változnak a körülmények. Megjött az eső, ami hát az van, hogy eddig megvolt a technika, hogy hogy kell. 1, 2, 3, belenged, 2, gáz, elúszik, tartja az embert. Viszont itt most ilyen, hát ilyen aszfalton ezt merőben újra kell tanulni, úgyhogy tartok is tőle egy kicsit. Sándor autója akkora rajongó, hogy bedobta a rajongói jelvényt. Úgyhogy iratkozzatok fel ti is, ez az autó már feliratkozott. Amúgy MX-5 szóval 90%-os lambda szonda. Tehát ez egy 2002 év közepi. Igen, és nézd meg milyen szép a... Nem, azért nem olyan öreg, év vége felé van, a 36. hét az már... Igen. És nézd meg milyen szép, és hogyha kicsit engednél belőle, akkor szépen ezek a lefedések eltűnnének. Nem, pont ez, hogy kinyíl nálak, ahogy... van olyan barátom, aki ezzel még lenyomna 2 szezont amúgy. De az biztos, hogy a 20 éves, kirepedezett, kikeményedett téli gumi volt ez egyáltalán? Igen, egyébként ez egy téli gumi. Mi van? Igen, Chrysalpin vagy mi az? Hát igen, persze. És akkor, igen, na, igazságot a Klebernek. Igazságot a Klebernek, és hogy mennyire tökéletes volt azon a napon, és ugye az volt a deal, hogy én ezt átgumizom neked, de mivel az autó gyenge, könnyű, és esett az eső, ezért ez így most nehez. Hát ez megy most az utcai kis furgonomra. És lenyomunk még vele egy telet. Nem, Gyuri valójában ezt a gumit arra használja, ezen áll a versenyautó. Mert ugye a slick az degradálódik, hogyha rátámasztod, így felkeményedik az a része, ahol áll. És ezért egy ilyen lerugott gumin parkol mindig, amikor 3-4 hónapig le van téve, akkor ne a slick menjen tönkre, hanem ez van rajta. Nekem viszont most perfekt volt egy kicsit keresni a tapadás határt. Viszont most jön a helyére. Jön a helyére a semi slick. Az a jó ezeken a pályanapokon, hogy amikor az ember nincs fönn a pályán, amit most éppen átraknak, mert én a délutáni időmérős etap, akkor meg lehet nézni az autót, hogy cselekedjen pár dolgot, hogy hogyan kéne csinálni. Na mondjuk így pont nem, mármint hogy ez itt egy... Tudsz erről valamit mondani, hogy mi maradt a gyári Mazda motorból? Hát a blokk. Sziasztok! Hát a blokk tulajdonképpen főtengely, generátor, azon kívül minden legyen, minden át lett alakítva rajta. Ez egy 1.8-as motor volt. Bocsánat, itt a Mazdáknál volt az 1.8 VVT, nem, a változó vezérlés, és meg a sima nem, fix a vezérlés. De ez jobb az ilyen átépítésekhez, vagy ez volt otthon? Nem tudom, Isten igazából erre volt pénzem. Úgyhogy 1.8-ast kerestem, ami már eladó spár volt. Sikerült vennem egy lepattant állapotot. Eredetileg az volt a terv, hogy csak megcsinálom a motorját, és csak éppen ez lett benne. Hát tulajdonképpen, hogy így át lett építve az egész. De ez egy nagyon nívós építés. Én sokat láttam olyat, hogy ezeket a pillangó szerepeket mondjuk sportmotorokról bontják le, és mindenféle adapterekkel rakják át. Viszont ez itt egy gyári Genway. Igen, ez már ehhez, specifikusan ehhez a motorhoz készült. Az először nekem is volt rajta egy Yamaha R1-es pillangósor, de az kevés volt. Tehát azzal nem volt olyan, ami ennek kellett volna, és akkor épült rá ez. Tehát akkor lökkedik rá ez. Régi ismerőseink, a Ramplastosok gyártottak egy hangolt szívódobozt rá. Ezen belül van valami trükk, töltsérek? Nem, tűtte van rajta, egy 40-es tűtték vannak rajta. Azon kívül semmi, csak egy hangolt doboz, légszűrő és innen szív alulról. Nagyszerű. És láttam, hogy ami még érdekes, az a kormányszervó, ami át lett alakítva elektromosra. Mármint, hogy nem a rásegítés elektromos, hanem az olajnyomást. Igen, hát ez egy G-Astra-nak a elektrohidraulikus szervószivattyú. És azt tudni kell, hogy a szívó tuning low erő per forint alapon talán a legrosszabb megtérüléssel jár. Biztos. Hiszen irgalmatlan mennyiségű pénzt losolsz el nagyon precíz alkatrészekbe, relatíve kis növekményért. Ez az autó tudomásom szerint padolva van, igen. Mérési jegyzőkönyve van. Hova jutottál a gyári 140 low erőről? 135-140, azt hiszem, igen. Volt. Igen, hát 200 low erő, 200 és 210 low erő között volt valahol a mérés. Szenvedtünk vele, mert rettentően az is valahogy ilyen 200 körül volt, én úgy emlékszem. 200 fölött, talán ilyen 201-202 valahogy így volt. De hát szenvedős volt, nem 2 perc volt megépíteni, rengeteg fejtörést okozott. Rengeteg dolgot kellett egyedibe legyártani hozzá. Hát, de végül is sikerült. Azért itt vannak súlyos megoldások, tehát itt lennének a gyári injektorok.
de átkerültek ide a szívócsőbe. Igen. Aztán nekem Gyuri hívta fel előbb a figyelmemet erre a szelepfedélre, hogy milyen szépen el lett vágva, ki lett polírozva, de ezt az egy cikket meghagytátok a főtengelyel, a vezérműtengelyel adónak. A rudazat csodálatos. Megmozgatott picit a rudazatot, hogy lássa a kamera? Ó, itt a menő. Ez nagyon menő. És akkor ebben az autóban már nincs fűtés, ez nincs. Csak pályanapra jár és csak jó időbe. Ez pályanapra és csak jó idő. Most már ívautózás van, tehát most már nem a csúszkálás a lényeg, amúgy tök fura, hogy mennyire könnyű fejben átállni, hogy az ember a lehető legkevesebbet akar csúszni, és mindenáron tartani akarja az íveket, hogy meglegyen a legjobb idő. Nekem most ilyen 42 eleje a legjobb időm, a legjobb idő pedig a nap folyamán az 40,1, nyilván az előbbi szárazabb körülmények között lett meg valakinek ez az idő. Viszont nagyon jó, hogy van egy ilyen célkitűzés, hogy hova kell eljutni, viszont az a baj, hogy pont annyira esik az eső, hogy nem tudja lemosni a pályát, ellenben meg sem szárad a pálya. Tehát folyamatosan, nincs rá jobb szó, taknyos. Úgyhogy tényleg az ember ilyen tojáshéjon megy, és úgy próbál autózni. Nem egyszerű. Megyünk egy kört Peti autójába. Ilyet ugye már láttunk más autóban, ez a Tejnek az EDFC rendszere. Elektromos csillapítás szabályzás, de ami igazán érdekes, az most a váltó, ugye? Az az új dolog. Az az idei fejlesztés, igen, ez egy Brand 450-es szekvenciális váltó, ami elméletileg már 500 newtonig, 450-ig jó. Ugye a kocsi 320 Nm-en mozog, és ha van megfelelő gumi, akkor ugye a gumikat, vagy a váltót állandóan törte. Tehát ahogy megjött a tapadás, eltörte a gyári váltót. Úgyhogy ezért került bele. A motor az egy sima turbós, 1.8-as kovácsolt motor. Kicsit játszottunk a sűrítéssel, úgyhogy a 3500-től már egész jól betölt ez a keret. Úgyhogy hány évek van ebben az autóban? Ebben az autóban speciál ez a negyedik évem. A kezdet az egy 1.8 N-nál volt, viszont hamar megfertőzöttünk, és már másnap 1.8-as alakítottuk. Másnap mentünk a határvégre venni egy 1.8-as MBF-et, ami porrá volt rohadva. Abból megépült az 1.8-as szívó N-nál. Ami egy nagyon jó kis autó volt.
Azt elmondtad, hogy honnan indultál, hogy kimentél a slalomra és belecsúsztál, hogy a pályanap ötlete maga, tehát a Your Pet Track Day, azt mondani, hogy hát mióta csináljátok. Ez egy családi vállalkozás. Ez egy családi vállalkozás, idén kezdtük el, ez a 5. vagy 6. rendezvényünk. Ezt azért kezdtük el, mert nagyon kevés és nehéz feljutni pályára. Ebben az évben már nagyon nehéz volt, tavaly föl lehetett jutni. Tulajdonképpen nagyon sok rendezvény előre egy évre lefoglalja a pályát, és nem tudtunk jönni edzeni, gyakorolni. És ez a Track Day ezért született, hogy egy jó társasággal, akik odafigyelnek egymásra a pályán, nem egy olyan galerivel legyünk összezárva, viszonylag hasonló autók, hasonló erős autók tudjanak gyakorolni és fejlődni. És amúgy ez egy zárt közösség, vagy... Ez egy zárt közösség. Ismerős-ismerőse, ha jó arc. Igen, igen, mindenki meghívhat mindenkit, általában mindenki betartja a szabályt, és nem szokott belőle probléma lenni, hogy itt renitenskedjenek. Elég egyszer szólni, ha valaki nem tartja be az etikettet, mert azért van itt egy etikett, amit jó, ha betartanak. Úgyhogy nagyon fontos, hogy odafigyeljenek egymásra, és mi, amit másképp csinálunk a Your Pet Track Day-en, az az, hogy kettészettük a napot, és mi úgy kezdjük a pályázást, hogy ha megcsúszik az autó, tudjuk kezelni. Tehát délelőtt egy csúszkálós pályanap van, amikor középre kiteszünk egy nagy körforgalmat, itt nem büntet meg a rendőr, nem keres meg az NKH, a körforgalmat gyönyörűen ki lehet fűzni, csinálunk egy visszafordítót, amit kézifékkel lehet gyakorolni, úgyhogy délelőtt a csúszkálás gyakorlás van, hogy hogyan fogom meg az autót, amikor csúszik, és akkor délután megyünk fel a nagypályára, ezt is tetszőlegesen döntjük el a nyomvonalat, hogy melyik nyomvonal legyen. Hál' Istennek itt az M-ringen nagyon sok jó nyomvonalat ki lehet rakni, úgyhogy ez az egész így jött, és hál' Istennek csak pozitív visszajelzéseket kapunk így, hogy a kettészettük a napot, mert így mindenki megtalálja a maga boldogságát, úgyhogy... És hogy látod, van jövője? Tehát lesz ennek piaca, lesz erre? Meg lesz ez a társaság, aki majd mindig kiáll? Ez egyelőre úgy működik ez a sztori, hogy nem túl sok nyereséggel csináljuk, azért csináljuk, hogy jó legyen. És az a terv, hogyha beindulunk, akkor tudjunk menni nagyobb pályákra, és több lehetőségünk legyen. Egyelőre ennek a kis pályának ez a 30 fő a max kerete, hogy ne kelljen sokat sorbálni, tehát ennél több autót nem is engedünk be a... Gyorsan betelik? Nem, viszonylag az utolsó héten telik be. Most az időjárás ugye közbeszólt, mert hogy esett az eső, nagyon sokan félnek az esőtől, de hál' Istennek az a kemény maga kijött, ő tudta, hogy az esőben a legjobb a gyakorlás, és itt nem kopik annyira a gumi, és sokkal többet tudnak gyakorolni. Ha valaki ide eljönne, akkor az egész napos program 33 ezer forintba kerül. Ha csak délelőtre, vagy csak délutánra jönnél, az 22 ezer forint. Hogyha valaki beülne melléd, tehát kette lejöttök egy autóval, akkor a második sofőrnek egy 10-est kell fizetnie. Hogyha a második sofőr egész nap maradna, nem csak délelőtt vagy délután, akkor viszont 15-öt. Tehát egy főre 32 ezer forintból kihozható a buli, nyilván ugye plusz benzin. Mindenképp menjetek el pályanapozni, tök mindegy, ide is jöttek szöggyári, átlagos családi autókkal. Egyrészt azért, mert kipróbálod, másrészt garantáltan tanulni fogsz valamit. Úgyhogy legközelebb meg talán megnézek egy RPM Track Day-t. Mindegyik egy kicsit más, mindegyiknek egy kicsit máson van a hangsúly, de mindegyik nagyon jó.